www.sportmenu.net. Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net. Intőn Tomás Dollal. Tomás, gratulálok a tegnapi Magyar Kupa szerepléshez. Először a mérkőzésről beszéljünk. Ez egy nagyon fordulatos találkozó. Az első félidőben támadtatok, de két lehetőség volt a videóban, a kapukból lett. Viszont a második félidőben látották taktikailag, és megjött az eredmény. Szakmailag ezt hogyan látod, ezt a mérkőzést egy nap után? Erstmal sind wir mit unglaublicher Power in dieses Spiel gegangen und mit Wucht und Wut. Azt gondolom, hogy a mérkőzés úgy kezdtük el, hogy nagyon nagy erővel, lendülettel, és talán egy bizonyos méreg is volt bennünk, méregesek voltunk. Das Wichtigste war, dass wir wieder richtig gebrannt haben. Az volt a legfontosabb, hogy megint ott volt a tűz, éget az egész csapat, mindenki ott volt a tűz. Und wir haben sofort die Initiative übernommen. Rögtön a mérkőzés elején a magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést. Wir haben richtig gut Fußball gespielt, gut kombiniert, gut in die Spitze gespielt. Nagyon jól játszottuk a labdarúgást, tegnap a pályát, jó kombináltunk, rögtön a támadókhoz is próbáltuk eljutatni a labdát. Naja, und in dem Moment, wo wir gedacht haben, jetzt haben wir das Spiel unter Kontrolle, haben wir dann Videoton zum 1-0 eingeladen. És abban a pillanatban, amikor azt gondoltuk már, hogy uraljuk a mérkőzést, akkor megint meghívtuk a Videoton, hogy szerezzen egy gólt. Genauso wie im Hinspiel. Ugyanúgy, mint az első mérkőzés során. Und ich hatte aber immer das Gefühl, dass wir auch immer wieder zurückkommen können ins Spiel. De az egész mérkőzés alatt végig benne volt az érzés, hogy azt éreztem, hogy bármikor vissza tudunk jönni a mérkőzésbe, illetve meg tudjuk fordítani azt. Und deshalb haben wir geduldig weitergespielt, weil ich das Gefühl hatte, dass wir, du spürst das, wie dein Team, wie sie drin sind und wie sie das unbedingte Wollen gezeigt haben, um hier eine Runde weiterzukommen. És éppen ezért nyugalommal és türelemmel tovább játszottunk, a pályaszélen az érzed a csapatodat, hogy érzed bennük azt, hogy mennyire akarnak, hogy mindenféleképpen tovább jussanak, illetve megnyerjék az adott mérkőzést. Wir hätten ja schon kurz vor der Halbzeit durch Stani Sestak 1-1 machen können. Gyakorlatilag a fél idő előtt, röviddel, a fél idő előtt Stanislav Sestak révén majdnem ki tudtunk egyenlíteni. Ja, und haben dann auf Dani gewartet, bis Dani kommt. És utána vártunk Danira, amíg Dani pályára lép. Ja, und dann vielleicht brauchst du auch ein bisschen Glück, dann natürlich haben wir uns das hart erarbeitet mit diesem Handelfmeter, dann muss man auch mal vielleicht durch so eine Aktion, dann der Elfmeter gegen den Pfosten, gegen den Rücken vom Torwart rein. Ich denke, dadurch, wenn man beide Spiele zusammenzählt, waren wir die aktivere Mannschaft und vielleicht hat der Fußballgott deshalb den Ball reingehen lassen, weil wir es letztendlich auch verdient haben. És azt gondolom, természetesen mi keményen megdolgoztunk ezért, de lehet, hogy bizonyos szerencsére is van szükség, akár ha most megemlítettem azt a 11-est, amit kaptunk, mert beleért a védekező játékos keze. De úgy gondolom, ha mind a két mérkőzést összeszámoljuk, mi voltunk az a csapat, ami sokkal aktívabb volt, többet investált a mérkőzésben, nyerni akart, és lehet, hogy a labdarúgás istene, azért hagyta, hogy a labda bemenjen a kapus, illetve először a kapufáról a kapus hátára, és abból a gól lett. Éppen ez a szerencse lehet, hogy kellett hozzá, és ezt a labdarúgás istenének köszönhetjük valószínűleg, mivel sokkal aktívabbak voltunk, és többet dolgoztunk. Kurze analüze. Ez volt egy rövid elemzés. A sajtótájékoztatót említetted, hogy volt a mérkőzés előtt sok beszélgetés, és ezen említetted is ezt a tüzet. Ezt mikor érezted a csapaton belül tennap vagy tennap előtt, hogy átjöttek a holtponton, tehát hogy úgy az őszi csapat látod? Dass man wieder diese Mannschaft sieht, die im Herbst da war, oder wann ist dieser Moment gekommen, wo sie gesehen haben, die Mannschaft hat es gekippt oder in die positive Richtung gekippt? Ja, ich glaube Montag nach unserer Videoelemzésünk után követően. Sonntag auch schon lange zusammen gesessen. Wir haben auch sokat együtt voltunk a csapattal. Ich glaube, dass die Jungs, als sie dann noch die Videoszenen gesehen haben. A fiúk látták a különböző videóképeket, momentumokat a mérkőzésből.
dass es Klick gemacht hat. Akkor így valami átkapcsolódott a fejükbe, vagy... Und wir haben intelligente Jungs. Intelligens játékosaink vannak. Das geht ja nicht ums draufhauen. Nem arról van szó, hogy most... Das geht darum, wieder die elementaren Dinge vágni, anzusprechen. Hanem az alapvető dolgokat kell tisztába rakni, oder wie vissza kell térni. Wie wir bereit sind zu arbeiten. Hogyan vagyunk hajlandók dolgozni. Ne? Und einander mennyire vagyunk hajlandók dolgozni, illetve mennyire vagyunk hajlandók egymást kisegíteni. A játékosokkal kapcsolatosan Nagy Ádámot ezt hogyan látod, hiszen volt egy felkelő-ívelő berobbanása, és van egy kis hullámbőri. Fiatalatlan, ez természetes, ezt mennyien látod, hogy Ádámot zavarja vagy sem, mondta a teljesítményében. Unten gegangen, es ist zwar ein junger Spieler, das ist ganz normal, stört das Ádám ein bisschen oder nicht, dass so viele Last auf ihn ist und dadurch vielleicht seine Leistung jetzt ein bisschen oder so in einem Tief jetzt drin ist. Adi hat ja ein fantastisches Adam Jahr hinter noch sich. Adam, fantastikus éve van a hátam mögött. Még nincs is egy, még nem is telt le egy egész év. Und wir wissen alle, dass viel, viel einprasselt auf so einen Jungen. Hogy egy ilyen fiatal játékos, nagyon sok minden ráhat, kívülről nagyon sok hatás éri. Und das ist überhaupt kein Problem. És egyáltalán nem jelent ez problémát. Wichtig ist, dass wir uns nichts einreden lassen von irgendwie Formschwankungen oder wie auch immer. Adi ist fit. Valaki azt mondja, hogy most hullámvölgyben van, az Ádám az fit. Er möchte zurzeit vielleicht mehr, jelenleg, als er vielleicht machen sollte. Talán többet akar adni, vagy csinálni, mint amennyi kéne néha. Er möchte zurzeit die 6, die 8 und die 10 zusammenspielen. A 6-os, a 8-as, meg a 10-es pozíciót akarja egy személyben mindegyiket megjátszani. Und wir wissen das. Wir haben heute gesprochen. Tudjuk ezt, beszéltünk ma vele. Adi ist sehr, sehr wertvoll für uns. Ádám egy nagyon értékes ember a számunkra. Und deshalb werden wir immer auch ihn schützen. Védeni fogjuk, kimélni fogjuk, védeni fogjuk őt. Und ja... ihm auch erlauben, mal den ein oder anderen Fehler machen zu dürfen. Das gehört zu einer Entwicklung dazu. Meg fogjuk engedni neki is, hogy néha valamelyik hibát megtegye, mivel egy fejlőd is, az is hozzátartozik, hogy néha hibázzon az ember. Úgyhogy ezt mi meg fogjuk engedni neki. Und am Samstag werden wir wieder einen überragenden Adam Nagy sehen. Megint egy kitűnő teljesítmény nyújtó Nagy Ádámot fogunk látni a pályán. Még egy játékosat szeretnék külön kiemelni. Most nem is a Böde Daniról van szó, azt tudjuk, Dani az Dani. Dani. Viszont Csukicsról. Úgy elemezte magát, hogy Fradi katona. És ahogy tenem beállt, az a 10 percben be tudta törni a Fehérvárnak a játékát. Ezt mennyire érdekelted, láttad, hogy Vladán ennyire Ruhig ist, hat er ist ein Soldat von Ferencváros. Ja. Für diese 10 Minuten, wo er gestern auf den Rasen geschickt wurde, hat es gereicht, diese 10 Minuten oder etwas mehr als 10 Minuten, dass er das Spiel von Vidoton eigentlich unterbrechen konnte oder kaputt machen konnte. Ich bin wohl am Wege. Hát ugye rutinosan tudta kezelni ezt a szituációt. Er konnte diese Situation sehr routinevoll handhaben. Also das war eigentlich auch das Ziel seines Einsatzes. Ja, na, natürlich im defensiven Mittelfeld noch mehr Stabilität geben. Igen, gyakorlatilag a védekező középpályán még több stabilitást akartunk bevinni. Und jetzt mussten wir ja so und so reagieren, weil Florian Trinks ja als Mittelfeldspieler raus ist. Valahogy kellett reagálnunk, mert Florian Trinks, vagy igen, Florian Trinks, mert középpályás, az kikerült, hogy leküldték a pályáról. Ja, nur noch offensive auf dem Platz. És már a pályán gyakorlatilag előtt csak támadó játékosaink voltak. Lama. Böde Dani. Varga. Roland. Rado. So, und dann noch 5 Mann, die ein bisschen für die Defensive zuständig sind, weil wir waren ja dann einer weniger. 5 Ember, aki a védekezésé volt felelős, de egy emberre kevesebben voltunk. Also es war klar, dass wir úgyhogy noch was machen mussten. Valamit kellett még csinálnunk, az teljesen világosan vált. Ja, wir haben uns dann für Csuki entschieden. És akkor úgy döntöttük, hogy Csukit küldjük pályára. Egész évben keményen edzett ő is. Man hat gesehen, és lehetett látni, hogy mekkora tűz van benne. Na, ich arbeite jetzt 2 Jahre mit Csuki zusammen. Ich habe 2 Jahre dolgozok a Csukicsal együtt. Es ist wunderbar zu sehen, és csodálatos azt látni, hogy mekkora szép, gyönyörű labdarúgó szívvel van jelen. Tegnap láttam a
tévénnyilatkozatot, és néztem az arcodat, úgy láttam, mint egy nagy kő esett le a szívedről. Ezt jól láttam? Tehát, hogy ez egy nagyon fontos volt a mérkőzés szempontjából számodra. Hogy tovább tudja lenni a csapat, vagy sem, de úgy láttam, hogy ezt egy nagy kő esett le a szívedről. Über das Interview kam es so rüber, zumindest habe ich das so empfunden und gespürt, dass von dir jetzt ein Riesenstein runtergefallen ist. Stimmt das nicht? Oder also eine Riesenlast? Keine Last. Ich nem volt akkor a teher, nem volt teher, amikor a labdarúgás körül forog a dolog, rajtam nincs teher. De als Trainer freut man sich edzőként természetesen örül az ember, hogy a kemény munka, munkáért, amit a csapattal, a fiúkkal együtt végrehajtunk, utána az visszatükröződik eredményekben. Ich gehöre nicht zu den geduldigsten. Én nem a legtürelmesebb emberek közé vagyok sorolható. Und, deshalb war's és éppen ezért számomra fontos volt ez a pillanat. Én tegnap nagyon büszke voltam. Vielleicht war ich deshalb és lehet, hogy azért voltam esetleg nyugalmasabb, vagy da stehen Jungs auf dem Platz, olyan érzésem volt, hogy olyan játékosok vannak a pályán, die wir trainieren dürfen, akiket mi edzhetünk. Und die alles gegeben és mindent adtak ezek a fiúk, ez a csapat, minden adott tegnap, eine Runde weiter zu hogy kommen. Egy körre tovább jusson. Und, als wir noch mal den Kreis gemacht haben, amikor a mérkőzés lefújás követően a pályán ilyen körbe összeálltunk, és örültünk, ünnepeltünk. Einfach, das war spontan. Ez egy spontán akció volt, egy spontán érzés adódott. Aktion, dass ich den Jungs gesagt habe, so gut man das verstehen konnte. Amennyire lehetett a nagy hangzavarban érteni, de azt mondtam, hogy amikor a kört alkottuk, dass ich sehr, sehr stolz war, hogy nagyon büszkék voltunk rájuk. Ma, illetve tegnap. Szombaton a Diógyőr ellen, azt nagyjából sejteni lehet, hogy ők a támadó fosztot fogják játszani. Valószínű kontrajátékot fognak majd produkálni. Hogy tudtok erre felkészülni? Mert azt lehet, hogy már unalmas lesz ez a kérdés, hogy szokás szerint, hogy hogyan tudtok felkészülni a védekező csapat ellen, de mégis, hogy most megvan a tennapi videótlan elleni meccs, az az őszi játékot mi nem annyira látunk, de a mentalitást azt igen. Ez hogyan lehet ezt átvinni szombatra? Tudják, hogy frissességben, mert ugye most azt mondom, 120%-ot adott ki a csapat. Also höchstwahrscheinlich wird am Samstag Diógyőr nicht offensiv auf den Platz gehen. Meistens spielen sie defensiv und versuchen durch Kontersituation oder Standardsituation was zu erreichen. Wie kann man sich natürlich, die Frage wurde Ihnen schon so oft gestellt, sich gegen so eine defensive Mannschaft vorbereiten, insbesondere jetzt nach dem gestrigen Spiel, wo man gesehen hatte, dass die Mannschaft 120% gegeben hat, die Mannschaft vom Willen her alles gegeben hat. Ein bisschen hat es noch, sag ich mal, hier und da manchmal im Zusammenspiel gehapert, aber vom Kopf her war die Mannschaft da. Es ist natürlich noch eine sehr frische Sache, aber wie kann man sich auf so ein Spiel gegen so eine Mannschaft die am Samstag vorbereiten? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, dass sie mal ein bisschen wegkommen vom Fußball. Labdarúgást ma felejtsék el, friss gondolatokat, friss impulzusokat kapjanak. Ich werde morgen holnap vielleicht mal kurz talán röviden meg fogom említeni. Samstag haben wir ja auch noch den ganzen Tag Zeit. Illetve szombat egész nap is még a rendelkezésünkre áll, és akkor megemlítem azt a mérkőzést. De azt gondolom fontos, hogy fizikailag és mentálisan nagyon gyorsan tudjunk reagálni. Ja, und dann uns einfach auch wieder freuen auf dieses Spiel. Megint legyen örömünk, és várjuk azt a mérkőzést, ami következik. Wir spielen im schönsten Stadion von Ungarn. Magyarország legszebb stadionjában fogunk játszani. Wir haben die Chance, ott a lehetőségünk, hogy a tabellvezetésünket még több ponttal növeljük. Jeder hat gesehen, mindenki wie látta, Spaß macht, wieder zusammen zu fighten und mekkora örömet jelent az és okoz az, hogy együtt harcolunk, együtt nyújtunk egy jó teljesítményt, ezt az egész csapat azért érezhette, nem? Und deshalb geht's gar nicht so in és erster nem is Linie arról van darum, szó elsősorban, wie der Gegner spielt, hogy fog játszani majd hétvégén a Diósgyőr, hanem arról lesz szó wichtig, a számunkra, dass wir auf alles hogy mindenre felkészüljünk, und versuchen, és megpróbálunk
unsere Spielfreude, a játékban lévő örömünket, amit vissza tudtunk szerezni most, egal ob eine Mannschaft tief steht oder hoch, akár védekezésre állt, hátul milyen védekezésre állt be egy csapat, vagy támadó csapat legyen, mi örüljünk annak, hogy játszhatunk. Dass wir wieder gesehen haben, dass wir eine richtig klasse Team haben. Lássuk azt, hogy nagyon jó a csapatszellem, ha mindenki együtt dolgozik a siker érdekében. www.sportmenu.net Hírek, események, interjúk mindegy helyen. Sportmenü. A te választásod. www.sportmenu.net